A kétnapos konferenciát a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia újvidéki tagozatának a székházában szervezték meg. A résztvevőket és a közönséget Váradi Tibor, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia tagja köszöntötte, aki az emlékezés kulcsfontosságú szerepéről is szólt. Mint mondta, a társadalmunk értékét az határozza meg, hogy kikre emlékezünk. Ennek jegyében Faragó Kornélia a 100 éve született Szeli István munkásságát méltatta, majd pedig Kappanyos András emlékezett meg a közelmúltban elhunyt Patócs Lászlóról. Ezt követően elhangzottak az első ülésszak értekezései, amelyek a kisebbségi léthelyzetet elemezték, beleértve nem csak az etnikai és nemzeti, hanem a szexuális kisebbségeket is. A kisebbség megjelenhet, mint különbözőség, megjelenhet úgy is, mint elutasított másik, de úgy is, mint dinamizáló másik, vagy megjelenhet különböző művészeti területeken például, és mi azt vizsgáljuk, hogy hogyan jelenik meg az irodalomban. A konferencia felépítése időrendi, tehát a korábbi problémákon keresztül egészen a máig terjed. Rengeteg módon lehet kisebbségnek lenni. Ugye nagyon egyre inkább erről szól az életünk. Mi Budapesten most egy új irodalomtörténeti szintézisen is dolgozunk, ugye mi a modern köteteken, és egyre inkább úgy érezzük, hogy az utolsó 100 év modernitásának az egyik fő témája az emancipáció. Oláh Tamás tanulmányában a vajdasági magyar kisebbségnek a Tanya Színház előadás szövegeiben megjelenő öndefinícióival foglalkozott. Mint mondta, 1978-as megalakulása óta a Tanya Színházban rendre visszatérnek a vajdasági magyar kisembert középpontba állító előadások. Arról beszélnek ezek az előadások, hogy milyen hangja lehet a kisebbségnek a többségi társadalomban, milyen lehetőségei vannak, és hogy hogyan tekinthet önmagára magyarként, vajdaságiként, ugye jugoszlávként, és hogy hogyan változik ez az idők folyamán. A kisebbség az irodalomban elnevezésű tanácskozás holnap reggel 9 órától folytatódik, a konferencia minden érdeklődő előtt nyitott.